Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok! Srácok! Jöjjönek is Rage 2! Szeretném feltenni ezt a játékot a radaratokra. Egy olyan játékról beszélünk, ami a trélerek alapján egyáltalán nem olyannak mutatja magát, mint amit a trélerekben láttunk. És hihetetlenül kellemesen csalódtam. Főleg az első rész után, legalábbis az első rész fogadtatása után. 2011-ben jelent meg az első rész, és képzétek el, ak akkor már videóztam. 2011-ben már videóztam, és raktam föl gameplayt erről a játékról, vagyis a Rage mert hogy annyira megfogott a játékmenet, hogy muszáj volt valamit megosztanom a nézőközönségemmel, és végig egy nagyon-nagyon jó és akciódús, könnyed, lineáris pályákkal ellátott játékmenetet kaptunk a Rage 1-től. A problémája egy volt viszont, hogy 2011-ben jelent meg, és emlékszem akkoriban a gamer közösségnek, többek között nekem is már nagyon elegem, vagyis elegünk volt, érződött a gamer közösségnek az, hogy túl telítve vagyunk ezekkel a Serious szem kategóriájú játékokra, mire gondolok itt ez már hogy szinte hiper super katona vagy célozzon, nem kell, lősz, az ellenfelek beesnek eléd és szuper minden fegyvered úgy lő, hogyha nem tudom micsoda lenne és a, a, akkoriban a Rage már a féle <coughs> cseresznye volt azon a habon, és már úgy a gémerek nem szívesen játszottak ezekkel a játékokkal, inkább másfajta játékok felé néztek. Rosszkor jelent meg, mert azon kevés réteg, azt hiszem, aki játszott, és a köztük vagy ír le a kommentbe, ha azon kevés réteg vagy, aki játszott a Rage 1 garantáltan mondhatom, vagyis egyetérthetünk ugye abban, hogy a játék jóra sikeredett. Az akciók benne jók voltak, az egész nagyon jó kis fan volt, és uh, fantázia dúsan volt kitalálva egészen. Uh, még a történet is annak ellenére, hogy a vége nem teljesen lett kielégítő ebből a szempontból, viszont mind azoknak mondjuk, akik a történetre rá se szartak, azok egy biztos, hogy egy nagyon jó fan gameplayt kaptak, és ezt, ezt nem lehet elvenni a récstől. Csak ugye a, a a gamer világ és a, a, hogy is mondjam, a média lehúzta a játékot egyszerűen azért, mert egy olyan játék volt, ami akkoriban jelent meg, amikor sok ilyenfajta játék volt a kint a piacon, és téma ügyileg is volt olyan játék esetleg, ami felülmúlta. Viszont egy biztos, én jól szorakoztam rajta, úgyhogy nálam <coughs> a Rage 2, amit itt láthatunk, az helyből vétel volt. Na de mire számítottam a Récs 2-ről? Ugyanazt, megkapni azt a, azt a linearitást. Persze láttam én, hogy ilyen open world-es ez az egész, meg úgy reklámozták, de nem nagyon hittem benne, hogy ez ilyen nagyon-nagyon open world dolog lesz. Szóval számítottam egy jó kis lineáris, némileg open world-ös, hogy is mondjam, beütése. Kb. mint a... Crisis 2-3 volt, tehát van neki némi open world, de azért helyenként inkább lineáris, és történet vezérel. Ennek ellenére, miha mi a francot alkottak ezek itt? Jesszus Mária, kaptunk egy hatalmas open world térképet, amire aztán tényleg oda és azt csinálsz, amit ohatú jól esik, és olyan tempóban éled meg a történetét a játéknak, ami neked jól esik. Nagyon-nagyon-nagyon annyira jól néz ki ez az open world, hogy esküszöm a Mad Max Fury Road, sárgaságot kapna tőle, ám ugyanakkor egy biztos, hogy a játék hatalmas inspirációt vesz el a filmből, legalábbis a Mad Max Fury Roadból, és az ott lévő, hogy is mondjam, autós jelenetekből elképesztő élményt tudja nyújtani, mind ugyanezekbe beleélni, amit esetleg ott, abban a filmben megláttál. Minden van ebben az open worldben, ami szemszájnak ingere, uh, ami persze természetesen bele tartozik korlátoltan ebbe a, um, ebben rage világba, tehát mutásoktól, különböző enemi frakcióktól kezdve, és természetesen a fő és mellék feladatok összessége, mind-mind uh, ott van, olyan sorrendben csinálod őket, ahogy akarod, és, és nem értelmetlenek ezek a mellék feladatok. Nem értelmetlenek, mivel, hogy oda kell menned, meg kell csinálnod ahhoz, hogy fejlődjél, és erősebb szuper katona legyél. Egy sorozat története e, elég egyszerű, szóval nincs túl bonyolítva. Az emberiség kihalt egy nukleáris támadás soráma is megölték egymást, de egyesek túlélték a féle árkokban, és szunnyadoztak, szunnyadoztak, most a Rage egyről beszélünk, és egyszer csak föl lett ébresztve egy Ranger a Rage egyben, és az elkezdett rendet rakni. A rendet rakás után második részre kiderül, hogy több ilyen árk van, ugye, és ez a Ranger felé lesz mindenkit, és ezek megalakítják így a kis ranger koalíciókat, a túlélők, akik ebben az árkban voltak, elnyomják a rossz fiúkat, de most a rés kettőre a rossz fiúk visszatérnek még erősebben, mint valaha, megölnek mindenkit, és konkrétan te maradsz meg, mint utolsó ranger, és van egy olyan projekt, aminek az a neve, hogy Dagger, és ezt kell újraéleszteni, ennyit tudok egyelőre a történetről, és többet nem is szeretnék le spoilerezni minden bizonyal le meg lesznek a maga fordulatai, de a maga egyszerűségében lelik a nagyszerűsége a rés történetének, ugyanakkor azt a kurva. Tehát a megvalósítás, ami mögé van több óra, játék élményt fog nyújtani, és nagyon-nagyon jó szórakoztató játék élményt eddig, ahogy néztem. Szóval van egy hatalmas open world, oda mész, akarsz, és amikor kifogsz egy ilyen mellékstoryt egy mellék küldetést, akkor leszűkül az egész egy ilyen lineáris menetre, ahol valóban az van, hogy a játék hozzá dobálja az ellenfeleket, és azoknak a hordáin uh, próbálsz túl lépni. Ebből adondóan beszélnem kell nektek a, a gunplay a, a fegyvermechanizmusokról. rohadtul jól ki van találva. Tehát a fegyverek nem túl nagy kihívás velük lőni, de nem azért szeretjük mert hogy kihívás legyen velük lőni. Azért szeretjük, amilyen mechanikát és animációkat, hangokat adtak ezeknek a fegyvereknek, hogy egyszerűen é érzed, hogy erejük van, érzed, hogy jó és élvezet velük lőni, tényleg úgy érzed magad tőlük, mint hogyha valami szuper katona lennél. Ugyanakkor az ellenfelek nem hullanak, mint a virágszálak, kérem szépen, hanem némi ellenállást is uh, tudnak nyújtani feléd, amit amit meglepődve tapasztaltam a Rage egyután, ahol az ellenfelek hullottak, mint a virágszálak, és itt azért nem fognak elhullani helyből azok a virágszálak, és, és tényleg némileg bele kell erőltetned valamiféle taktikát, illetve skillt, ügyességet, des, mindent, amit megélsz ebben a játékban, és ugye ebben a játékban egy aféle, hogy is van, van, van benne egy aféle RPG mechanizmus, nem csak neked, mint a karakterednek, hanem a járműveidnek is. Igen, a járműveidnek egészen fölmehetsz elképesztő kurva jó járművekre, de nincs pánik, ha nem akarsz járműveket gyűjtögetni, akkor a világban megtalálható akármelyik járműre felszállhatsz és használhatod azoknak a fegyvereit. Nem beszélve arra, hogy a világ akár mész, akárhol vagy, valamiféle meglepetés fog neked nyújtogatni, valamiféle ellenfél lesz ott, valamiféle lootbox lesz ott, ja igen, a világban elszortan vannak a féle helyek, amikre rajtaüthetsz, kirédelheted őket, és cserébe ugye ott lesznek ilyen lootládák, amik random dobnak a fejlesztéseidhez kellő cuccokat. Az egyetlen kifogásom ezen a téren, hogy nem olcsók ezek a fejlesztések, és kurva sok cuccat kell gyűjteni, viszont azt tapasztaltam, hogy ha nem is vagy az a gyűjtögető stál, ö, fajta, legalább az alapfejlesztéseket csináld meg, hogyha oda kerülsz ebbe a játékhoz, mert az már hozzá segíthet, hogy nehezebb erődöket is be tudjál venni. Bizonyán, mert hogy van az erőd szintek le vannak szintezve, és, és eh, minél magasabbat választasz, annál nehezebb bevenni, ugyanakkor, ha nincs überre fejlesztett karakter, illetve fegyvered, azt vettem észre, hogy úgy sem volt vészesen nehéz bevenni egy eh, szintemhez mérten sokkal erősebb eh, erődöt. 2019 kellemes csalódása, és év elejé, kellemes csalódással réskettő. ID Software kitét magáért a második résszel legalábbis úgy néz ki egyelőre. A történetet ebből a szempontból nem merem figyelembe venni hogy mennyire lesz jó vagy igényes az Isten szerelmére részről beszélünk szóval nagyon, túl, túl nagyon igényes nincs. És aztán most el kell mondjam nektek, hogy hogy a játék első két percében már töménytelen szexuális utalás volt, e, mindenféle ilyen hülye poénokkal van tele a játék. Ez, ez a játék szórakoztató, és a jó benne, hogy nem egy lineáris szórakoztatás, hanem egy open world keverve lineárissal. És, és, ez, ez egy hatalmas meglepetés hozott. Egy open world, ami tele van eseményekkel. Ez volt a másik, ami meglepődtem, hogy mennyi van, és mennyi kerül fel a térképre, ahogy haladsz a játékkal ezekből az eseményekkel. Igen, valószínűleg, hogyha már 30 órán lesz a játékban, repetatívnak fogod érezni, de, de azért van egy olyan nézés, hogy 30 óra játék időt, illetve élvezetet biztosan fog nyújtani ez a játék. Úgyhogy ez lenne a, a Récs 2 értékelőm. Hihetetlenül kellemes csalódás, és hát például egy olyan játék után, mint az Antama, amit őszintén vártam és bíztam, hogy, hogy hihetetlenül jó lesz. A Récs 2 trélerei alapján én már nem nagyon vártam semmit tőle, de amikor bekapcsoltam a játékot, és így néztem, hogy ez mi, ez mi. Úristen, ez jó! Hát mi a franc? Szóval, ja, jó, szó, jó szórakoztam a, a, a rage -el, és tényleg ajánlom a radaratokra. A másik meg AAA játék, nem AAA áron. Szóval 30 fontnak megfelelő euró, az közel sincs ugye a 60 fontos játékok környékén. Uh, Ami tripla A-nak mondanánk, és, és ez a játék most így, ahogy van, ez egészen uh, megéri. Szóval, ja? nem tudom, hogy vagytok vele, megvetted, kipróbálta, tetszik, tetszettek a trélerek, mit gondolsz a játékról, ezekre a kérdésekre várnám a választ a komment szekcióban. És ja, iratkozzatok föl, nyomjatok rá a csengő mert ha nem, nem kaptok értesítést a videóimról a következő videóig. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!